Szinte csak külföldieket látni a debreceni Sámsoni út környékén. Itt működik a bevándorlási és állampolgársági hivatal egyik befogadó állomása, ahova a menedékjogot kérő illegális bevándorlókat hozzák. Az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban fordult elő, hogy zaklatták a helyieket. Maga az, hogy tényleg a nők jönnek haza, mindenkinek beszólnak. Egy barátomnak megfogyasztották a barátnőjét. Emiatt a rendőri készültséget már megkétszerezték a környéken. Eddig idén drasztikusan nőtt az illegális bevándorlók száma. A Csongrád megyei határszakaszon például 2013-ban már több mint 5800 embert fogtak el, majdnem kétszer annyit, mint tavaly egész évben. Azért itt a migránsainak jelentős hányada nem csak a gazdaságilag elmaradott térségből jelenik meg, hanem a klasszikus háborús és fegyveres konfliktusok területéről. Menedékjogot is egyre többen igényelnek. Január óta 6140 kérelmet nyújtottak be. A legtöbb migráns nem várja meg az eljárás végét, mert a kérelem benyújtása után bármikor szabadon folytathatják útjukat Nyugat-Európa felé. Jelenleg csak olyan lehetősége van a hatóságnak, hogy nyitott befogadó intézményben helyezze el az illegális menekültet. A parlament ezért most bevezetné a menekültügyi őrizetet. Ez lehetővé tenné, hogy az illegális bevándorlók bizonyos esetekben ne hagyhassák el a befogadó állomásokat, vagy tartózkodási helyet jelöljenek ki nekik. Az eljárás sokkal konzekvensebb és szigorúbb lesz, mint a mostani szabályzás. Ez azt jelenti, hogy rövidíti a törvény az ellátási kötelezettséget, amit a magyar állam ellátja ezeket a menekülteket, vagy embereket, illetve a magyar állam, amennyiben Magyarországon kér menekült státusz valaki, akkor egy egyedi szerződést köt, amit hatóságilag lehet ellenőrizni, és amennyiben a szerződést nem tartja be, például nyilvánvalóan, hogy törvényes eszközökkel kell neki magát eltartani, akkor az eljárás folytatására a végső soron a kiutasításra is sor kerülhet. Az őrizetet legfeljebb 6 hónapra rendelhetik majd el. Az intézkedéssel valószínűleg nem csak a menedékjoggal való visszaélések, hanem a Magyarországra érkező illegális bevándorlók száma is jelentősen csökkenhet.